testvérek, tisztelet vendégek! Délelőtt Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk a 281-es számú énekünket, Mester a bőszvihar. Yeah.
szerető jó atyánk, mi halál halálázattal borulunk a te dicső színed elé. Szeretnénk megköszönni és meghálálni, hogy a te nagy kegyelmet megtartotta mindannyiunk életét, amen. És a te drága szent lelked erőt és indítást adott, hogy ide jöjjünk lábaidhoz. Amen. Szeretnénk lerólni hálánkat, köszönetünket mindazért, amit tettél érettünk. Amen. Köszönjük, Urunk, a megváltásnak csodálatos művét, köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki hajlandó volt lejönni a mennyekből, hogy meghalljon érettünk. Amen. Köszönjük, hogy ő feltámadott, és most is él, és közben jár érettünk. Ó, segíts, Urunk, hogy az ő közbenjárása által mindannyian üdvösségre juthassunk. Áldunk, magasztalunk egy csodálatos lehetőségért, hogy amen. Itt lehetünk lábaidnál. Amen. Köszönjük, hogy biztonságos és békés életet élhetünk még. Amen. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is a munkás napokban te adtál erőt, segítséget nekünk. Ha úton voltunk, te oltalmaztál bennünket. Amen. Köszönjük, hogy most ez alkalommal ilyen szép számban itt lehetünk a te lábaidnál. Ó, Urunk, kérünk, áldjál meg minden egyes jelenlevőt, minden egyes szívet, és a te drága szent lelked áldott jelenlétével ajándékozz meg mindannyiunkat. Add, Urunk, hogy mindannyian, akik hallgatjuk szent igédet, mélyen szívünkbe véssük, és add, hogy ne felejtékeny hallgatók legyünk, hanem a te ígéd által dolgozz szívünkbe, és hozd meg azt a változást, azt a reformot, azt az ébredést, amelyre szüksége van a te drága népednek. Add, hogy teljes szívvel, teljes buzgalommal, Krisztussal, ami szívünkbe költözve, tudjuk a hátralevő életünket leélni úgy, hogy elvégezzük azt a munkát, amit ránk bíztál. A te szent lelked képesítsen erre, kérünk szépen. Amen. És a szombatnak további óráiban, pillanataiban is te légy velünk, te érítsd a te szolgádnak ajkait, az ő szívét, és add, hogy mindaz, amit közöl velünk, minden tőled jöjjön, és a mi lelki növekedésünket szolgálja. Szent fiad, az Úr Jézus drága kifolyt vére érdemében kértünk, és hisszük, hogy te meghallgattál. Dicsőség, felmagasztalás szálljon fel te hozzád mind örökké. Amen. Kain és Ábel két olyan embertípust jelképez, amely fennmarad az idők végezetéig. Mindketten megtanulták szüleiktől, hogy az áldozati bárány Jézus Krisztust jelképezi. Megtanulták továbbá azt is, hogy a megváltóba vetett hitüket vallják meg, amikor áldozatot mutatnak be. A tanítással szembeni álláspontjuk azonban merőben különbözött. Ábel meglátta Isten igazságát és kegyelmét abban, hogy Isten kiküldte szüleit az Édenkertből. Még ha a halált is ígérte nekik, csak kiküldte őket a kertből, és megígérte nekik a megváltót. Másrészt Kain arra gondolt, miért volt Isten annyira kegyetlen, hogy eltávolította szüleimet a kertből egy jelentéktelen ballépés miatt. Lázadó lelkülete abban fejeződött ki, hogy tetszése szerint áldozott, nem ahogyan Isten kérte. Miközben ezt tette, nem látta be, hogy bűnösként szüksége van a megváltó áldozatára. Következésképpen az Úr Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Másrészt a Biblia azt mondja, hogy az Úr rátekintett Ábelre és az ő ajándékára. Ez az eset rámutat arra, hogy Isten csak azután fogadja el az áldozatot, miután az áldozó az ő kezébe teszi le életét. Az áldozat így spontán kifejezi az Isten imádatot, hálát és iránta való hűséget. Akik átadják magukat, azokat nem szükséges buzdítani az adakozásra. Ők már meghallották Isten hívását, hogy minden jövedelmükből tizedükkel és adományaikkal tiszteljék őt. Most, amikor visszaadjuk a tizedet és az adományt, tegyük félre vágyainkat, Isten legyen az első. A mai adományok a gyülekezet költségvetését támogatják.
áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, melynek is fölnek alkotója. Amen. Hálásak vagyunk neked, hogy mint nép ma is össze tudtunk gyűlni ebbe az otthonban, a te házadban. Hálás a szívünk, hogy a föld meg van telve a te jóságoddal, a te gondviseléseddel, a te szereteteddel. Amen. Köszönjük, hogy mindezt a jót a mindennapi életben megtapasztaltuk, és hálásak vagyunk érte, hogy gondoskodtál, megőriztél, megoltalmaztál, és adtál egy boldog családi életet. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megajándékoztál bennünket anyagi résszel is, és áldjuk ezért is a te nevedet, hogy költségeinket ki tudtuk fizetni, és minden dolgunkra, amire szükségünk volt, meg tudtuk venni. De örvendünk annak is, hogy te megígérted, hogy a jókedvű adakozott szeretet is megáldod. Amen. És ezt az áldást tapasztaljuk ma, hogy el tudtuk hozni a tizedet és az adományokat. És köszönjük neked, hogy ezt a részt neked vissza tudjuk adni, és tudjuk támogatni azt a munkát, amely nagyon fontos, hogy a mi lelki jólétünkhöz, és azért, hogy az evangéliumot tudjuk támogatni. Amen. És el tudjuk a jó hírt vinni másoknak is. Amen. Köszönjük, hogy megáldasz, adjál egy ilyen jó szívet nekünk is, hogy mindig tudjunk áldozni erre a munkára. Jézus nevében. Amen. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen alkalommal, és kívánom Isten áldását erre a pillanatra, erre a jelenlétre, és öröm tölti el az én szívemet azért, hogy majdnem az egész hely, azért, mert majdnem az egész hely tele van itt lent. Majdnem. Nem sok hiányzik. Ha fentről mindenki lejönne, biztos, hogy nem térnének be. Úgyhogy hála legyen az Úrnak azért, hogy itt vagyunk, hogy megtartott minket ezen a héten, és most együtt tudunk tanulni őtőle. Amen. Köszönöm a kórusnak a szolgálatot. Talán ez az ének a témával, és olyan szépen szól annak az éneknek verszakai, hogy nem árt nekem semmi, mert az övé vagyok. Valójában a mai alkalomnak is a címe valahogy így szól, hogy nem árt nekem semmi, mert övé vagyok. Ő fogja a kezem, és az övé vagyok, tehát nem lehet semmi probléma az én életemben. Megóvja a gonosztól az én életemet. És bárha halál völgyében is megyek, mondta az ének, tudom azt, hogy a mennybe visz fel. Vannak néha az ember életében olyan alkalmak, amikor úgy érezzük, hogy majdnem elsüllyedünk. Vannak olyan alkalmak, amikor a hullámok nagyobbak, mint mi. Amikor a szél oda-visz, ahova ő akar. Amikor erőtelenek vagyunk, és képtelenünk vagyunk tenni bármit. Amikor úgy tűnik, hogy nincs megoldás, még van egy megoldás. És az a megoldás az Jézus Krisztus. És erről a megoldásról szeretnék beszélni a mai reggelen. És az elmélkedésnek a címe valójában az, hogy amíg látod Jézust, nem kell félned a hullámoktól. Míg látod Jézust, nem kell félned a háborgó tengertől. Míg látod Jézust, nem árthat semmi. Miután Jézus megvendégeli az 5000 embert, miután meggyőződött a sokaság, a tanítványok még jobban arról, hogy most ő az, akit királynak kell avatni, most Jézus az, aki azért jött el, hogy király legyen és megszabadítson minket, és abban reménykedik, és az az egyedüli vágyuk, hogy most Jézust királlyá tegyék. És Jézus belát az ők szívükben, átlássa a gondolataikat, és azt mondja, ennek nem így kell, hogy történjen. Meghívlak, nyitsuk ki a Szentírást együtt, Máté Evangélium a 14. fejezetében. Máté Evangélium a 14. fejezet 22. versétől olvasom az igét. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátja a sokaságot, felmenni a hegyre magánosan imádkozni, mikor pedig beesteledik, egyedül vala ott. A hajó pedig imár a tenger közepén vala, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járva, és amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülőnek és mondák, ez kísértet, és félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, és mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondja, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállva a hajóból, jár vala a vizekben, hogy Jézushoz menjen. De látván a nagy szelet, megrémül-e, és amikor kezd vala merülni, kiáltá mondva, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtva a kezét, megragadá őt, és mondaná neki, kicsiny hitű,
miért kételkedsz? És amikor belépének a hajóban, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámentvén leborulnak előtte, mondja a Szentírás, és mondák, bizony, Isten fia vagy. Amen. Megvendégeli Jézus a sokaságot, és jön egy parancsal a tanítványokhoz. Azt mondja, most rögtön hajóba szálltok, és elkezdtek evezni Kapernaum fele. Ugye Kapernaumból jöttek, és azt mondja Jézus most nekik, menjetek oda-vissza. De Jézusnak ez a megszólítása, ez teljesen egyedi. Jézus soha nem szólt még így a tanítványokhoz. Jézus soha nem kényszerítette valamire őket. És a Szentírás most azt mondja, Jézus kényszeríti őket. A görög szó, amit itt használ, az arra utal, hogy Jézus valami olyant tesz, amit a tanítványok nem szerettek volna. A tanítványok ellenkeztek. Erőszakkal mondja Jézus, üljetek hajóba, és keljetek át. És elbocsátja a sokasságot Jézus, és elmegy egyedül imádkozni. A tanítványok viszont elindulnak, nehezen, de elindulnak, hajóba szállnak, és elkezdenek evezni Kapernaum fele. És Jézus elmegy azért, hogy imádkozzon. Visszahúzódik, felmegy a hegyre, de egy percig sem veszíti el a tanítványokat. Egy percig sem veszítette a szem elől a tanítványokat akkor, amikor imádkozott. Jézus nézte azt, hogy most hogyan fognak a tanítványok viselkedni a tengeren. Jézus tudta azt, hogy a tanítványoknak még szükségük van egy leckére. Jézus tudta azt, hogy ott voltak vele együtt a háborgó tengeren a múlt alkalommal. De elveszítették szemük elől Jézust. Eltűnt Jézus a nagy háborgó tengeren, habár ott volt a hajóban. Mégis hiányzott Jézus. Hiányzott a szemük elől. Jézus fel akarja készíteni valójában ezen az alkalman a tanítványokat a vizsgára. Látta azt, hogy az ők szívükben még valami hiány van. Még hiányzik valami, még valamit oda kell tenni azért, hogy át tudjál menni a vizsgán. Még hiányzik egy kis hit onnan. Még nem teljes az a kép. És azt mondja a Szentírás, hogy ott találják magukat a tenger közepében. A hajó, a tenger háborog. A hullámok nagyobbak, mint a kis csónak. A szél fú, és nem tudják, hogy mit tegyenek. És arra törekszenek, hogy a hajót valahogy a felszínen tartják, és eveznek teljes erővel a szél ellen. Nem tudom, ha próbáltatok már valaha szaladni a szél ellen. Nem tudom, ha próbáltatok valaha biciklizni a szél ellen, vagy bármit tenni a szél ellen. Ugye, milyen nehéz. Most a tanítványok elindulnak, és a szél ellen elveznek Kapernaum fele. Nem volt messze Kapernaum onnan, ahonnan elindultak ők. Egy kb. 5,5 kilométer távolságra volt Kapernaum. Normális körülmények között a tanítványok ezt az utat egy óra és két óra között meg tudták tenni. De most a szél nehezíti az útjukat, a nagy hullámok eltakarják Jézust, és az, ami látszik, az csak a háborgó tenger, a szél, a víz, a veszedelem. Úgy tűnik, hogy magukra vannak, úgy tűnik, hogy ott állnak egyedül a háborgó tengeren, mert Jézus valahol imádkozik. De valójában Jézus ott van.
és a szemeivel kíséri őket. Még akkor is, ha lehet 5 kilométer távolságra van Jézus. Még lehet, hogyha 10 kilométer távolságra is van Jézus. Nem vagy felvigyázatlanul. Ő vigyáz rám. Ő a szeme előtt tart engem. És ezek a tanítványok már több mint 8 órája próbálnak eljutni Kapernaumba. Már több mint 8 órája ott állnak a tavan, és eveznek a part fele. Egy olyan út, ami maxim 2 óra alatt kellett volna. Maxim 2 óra alatt kellett volna megtegyék. Most 8 órája küzdenek. Nagyjából a tanítványok ugyanabban a helyzetben vannak, mint akkor, amikor Jézus azt mondta nekik, hogy vegyétek a csónakot, vegyétek a bárkát, és gyertek, menjünk át a másik partra. Gyertek, menjünk pihenni. Márk evangéliuma 4. fejezet, 35. verse leírja ezt a történetet. Azt mondja, hogy azután mondanékik azon a napon, mint estelőn, menjünk át a túlsó partra. És tudjuk a történetet tovább. Elbocsátja a sokaságot, hajóba szállnak, és elkezdenek evezni a túlsó partra. A különbség az, hogy Jézus azon az alkalman a hajóban van, és most nincs a hajóban. De az, ami mind a két alkalommal valós, az, hogy Jézus a hajóban volt, de ők nem látták. Jézus most imádkozik, de ők nem látják. Ez a közös oldala mind a két történetnek. Ugyan a tengeren vannak, ugyanazon a tengeren, szélvihar támad, a hajó elkezd ide-oda menni a víz tetején, nem látják többet Jézust, félnek, és azt hiszik, mint akkor, hogy vége van mindennek. Elfelejkeztek már arról, hogy Jézus milyen csodálatos módon dorgálta meg a tengert. Hogy Jézus milyen csodálatos módon csendesítette le a háborgó tengert. És újból a hajóban vannak. Újból utaznak. És újból majdnem hajótörést szenvednek. De Jézus nem veszíti szem elől őket. Jézus ott van a hegyen, ott áll a parton, és figyeli azt, ami ott történik. És tudja azt, hogy itten meg kell tanulniuk egy leckét. Tudta azt, hogy a tanítványok újból a hitetlenség csapdájába fognak esni. És tudta azt, hogy mennyire fontos a hit az ember életében. És a Szentírás azt mondja, hogy az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk menni Jézus a tengeren járva. Már reggel fele állt az idő. Valamikor 3 és 6 óra között lehetett ez az éjszaka 4. része. Egész éjjel elvesztek a háborgó tengeren, és még mindig küzdenek. És megjelenik Jézus. Megjelenik az, akit szem elől veszítettek. Amikor lássuk Jézust, amikor Jézus ott van a szemünk előtt, amikor Jézus ott van a mi életünkben, akkor nem kell félni a hullámoktól. Akkor nem kell félni a széltől. Akkor nem kell félni a víztől. Egyedül egy dologtól kell félni. Attól, hogy ne veszítsük el Jézust szem elől.
Ez az egyedüli dolog, amitől kell, hogy féljünk, és amitől lehet félni a háborgó tengeren. Hogy elveszítem Jézus szem elől. És Jézus nem feledkezik meg róluk. És Jézus a tengerre lép, a háborgó tengerre, a nagy vízre, a szélre, és elkezd menni a tanítványok vele. Ellen White azt mondja, hogy Jézus nem feledkezett meg róluk. És az őrálló, vagyis Jézus, a partról látta a megrémült férfiakat, amint küzdenek a viharral. Ott volt. És figyelte őket. Egyetlen pillanatra sem tévesztette szem elől tanítványait. A legmélyebb szerető gondoskodással figyelte a vihartól hányodó hajót és annak drága terhét. Milyen szépen fogalmaz. Annak a hajónak drága terhét. Nem a hajó volt a fontos, nem az a gazdaság, ami benne volt, hanem azok a személyek, akik a hajón voltak. Jézusnak ezek voltak a valódi értékei. A tanítványok. Jézusnak ma is a valódi értékei, azok mi vagyunk. Én is te, drága testvérem. És Jézus ma is a tengerre lép, és azt mondja Ellen White tovább, mint a szelíden szerető anya gyermekét, úgy nézte az irgalmas mester tanítványait. Mint egy szerető anya a gyermekét. Úgy nézte, ami megváltunk a tanítványokat. Fájt neki az, hogy újból a hitetlenség csapdájába álltak. Fájt neki az, hogy újból félnek, hogy újból kell szenvedni, de tudta azt, ha nem szenvednek, ha nem mennek át a tengeren, nem fogják megtanulni a hitnek leckéjét. Amikor szívük megtört, szentségtelen becsvágyuk lelohadt, és alázatosan imádkoztak a segítség megadatot. Amikor megtértek magukba. Amikor rájöttek arra, hogy várj, mert valakit szem elől tévesztettünk. És íma száll a magasba. Az űrzavarból. A háborgó tenger a szele közül. Jézus megáll. És rájuk néz. És ők ránéznek Jézusra, és elkezdenek félni. Mert egy olyan személy jön a tengeren, akinek nincs hajója, akinek nincs lehet úszógumija, akinek lehet nincs mellénye. Egy személy lábakkal lép a háborgó tengeren. És jön a megváltás. Jön a szabadulás, és ezek a tanítványok azt mondják, hogy kísértet. Hogy egy szellem. Hogy egy gonosz valaki. És elkezdenek kiáltozni. Azért, mert arra voltak figyelmesek, hogy mekkora az a szél, ami a tengeren van. Arra voltak figyelmesek, hogy mekkorák a hullámok. Arra voltak figyelmesek, hogy most hogyan tartsuk a hajót a felszínen, és nem pedig Jézusra. Elvesztették Jézust szemük elől. És Jézus megszólal, és azt mondja, bízzatok, én vagyok. Habár nem mondja el, és nem dorgálja meg őket, és nem szidja le őket, és nem mondja azt, kicsinyhítőek. Ezek a szavak valahogy úgy szólnak, mint Márk evangéliumában. Hol van a ti hitetek? Én vagyok, ne féljetek. Mitől féltek?
Mi okozza a félelmet? Hol van a hit, barátaim? Ott voltatok a tengeren. Szemtanúi voltatok annak, amit tettem. Hol van a hit? Miért féltek? És érdekes az, hogy abban a pillanatban, amikor felismerik Jézust, a tanítványok életéből eltűnik a szél, eltűnik a vihar, eltűnik a félelem, a tenger még nincs lecsendesedve. A tengernek szele még nagy, a hullámok még eltakarják a hajót. De a tanítványok már békében vannak, már boldogak. Megjelenik a remény. Mert megjelent a hit. Mert megjelent szemük előtt hit Krisztus. Tudták azt, hogy nincs mitől félni. Nincs mit félni a széltől. Nincs mit félni a hullámoktól. Ha látják és ismerik Jézust. Megjelenik az öröm még akkor is, amikor a hajó még nincs biztonságban. Megjelenik a béke még akkor is, amikor nehézséggel küzdenek még, mert még evesztek. Amikor úgy érzed, és úgy érzem, hogy nincs más lehetőség, hogy egyedül küzdesz a nehézséggel, a problémával, a fájdalommal, akkor Jézus ott van, és néz téged. És csak annyit vár, hogy te is ránézzél. Jézus csak ennyit vár el. Hogy ottan, amikor a betegséggel küzdesz, amikor lehet lelki küzdelmeid vannak, és úgy érzed, hogy a legbűnösebb ember vagy, Krisztus azt várja, hogy nézz fel rája. Rá. Nézz fel a megváltóra. Nézz a Golgotai keresztre. Lehet, hogy a betegségnek utolsó fázisában vagyunk. Lehet, hogy az orvosok azt mondták, hogy ennek a személynek nincs több esélye. Egy hónap, kettő, maxim egy év. Lehet, hogy nincs pénzem sem. Lehet, hogy nincs családom se. Lehet, hogy összeomlott minden az én életemben. Lehet, hogy az élet tengere nagyon fel van háborodva. Lehet, hogy nagyok a hullámok az én életemben is. Lehet, hogy a vízbe süllyedek néha. Jézus azt mondja, kedves barátom, hogy nem vagy egyedül. Ne félj. Jézus azt mondja, nézd rám. Nézz a keresztre. Ő ott áll, egy kicsit messzebb, és arra vár, hogy ránézzek. Arra vár, hogy a tekintetemmel megkeressem őt, és megkapjam. Amikor nem a vizet, nem a szelet, nem a lehetetlent nézed, hanem Krisztust. Ha hittel nézel Krisztusra, a legnagyobb nehézségekben is az életben boldog tudsz lenni. Akkor békkel tölti el lelkedet. Akkor öröm van az én életemben, mert tudom azt, hogy nem egyedül küzdök, és nem én küzdök, hanem Krisztust küzérettem. És ebben a nehéz pillanatban, amikor a hajó még ott lebeg a víz tetején, ide-oda viszi a szél, Péter életét akkora boldogság tölti el, hogy Ellen White azt mondja, hogy Péter
szinte magánkívül volt a boldogságtól. Péter szinte magánkívül volt a boldogságtól. És megkérdeztem, hogy miért, mert a Szentírás azt írja, hogy a szél csak akkor áll el, mikor Jézus belép a bárkába. Tehát a tengeren, a tón még vihar volt. És Péternek élete mégis boldog. És sokan azt mondják, hogy ez a kérés a hitetlenségnek kérdése. Amikor Péter azt mondja, Uram, ha te vagy, akkor parancsolt, hogy hozzád menjek a vízen. De szeretnélek megkérdezni, drága testvéreim, hogy ki az a hitetlen közülünk, akinek annyi hite van, mint Péternek, hogy merjen kiszállni a háborgó tengerbe. Ki az közülünk, aki bátran kimer szállni a kis csónakból, és járjon a vízen. És Péter nem teszi ezt úgy magánkívül ilyen. Nem mert úgy jutott neki most eszébe, hogy milyen menő lenne az, hogy várja, vízen menje, járja. Nem. Péter azt mondja, Uram, parancsoltad, hogy hozzád mehessek a vízen. Nem száll ki rögtön a bárkából, és indul el járni úgy. Hanem tudta azt, ha Jézus azt parancsolja, és hitte azt, ha Jézus azt parancsolja, hogy én a bárkából kiszálljak, és hozzámenjek, akkor a vízen is tudok járni. A háborgó tenger nem bánthat nekem, nem csinálhat nekem semmit. Mikor meglátja Jézust, Péter, eltűnik a szél, elfelejti, hogy a tenger vize mekkora nagy, hogy a hullámok betakarhassák, és ő ránéz Jézusra, és kapcsolatba kerül vele, és kiszáll a hajóból. Mert Jézus azt mondja, jöv el. Péter nem szállt ki eddig a hajóból. Péter várt addig, ameddig a megváltó rátette a kezére a telefont, és beszélt. Nem kezdett el dumálni akkor, amikor megnyomta a hívást. Hanem várta addig, ameddig kapcsolatba került Jézussal, ameddig látta azt, hogy na most Jézus ott van előttem, én ott vagyok előtte, a szemeim találkoztak, és most elmondhatom kérésemet. És Jézus megszólal, Péter kiszáll a háborgó tenger vízére, és emberi magyarázat arra, hogy Péter a vízen járt, nincs. Nincs olyan ember, bármennyire is sovány lenne, hogy a víz megtartja, hogy járjon rajta. Nincs egy olyan ember. És Péter mégis a víz felszínén jár. Nem úszott, hanem járt a vízen. Úgy, mint ma mi itt a szárazföldön, Péter úgy járt a háborgó tengeren. És elmondhatnám azt, hogy időzőjelben Péternek az úszógumia, valójában nem úszott, de Péternek az úszógumia az valójában a hit volt. Csak a hit magyarázhassa meg azt, hogy Péter a víz felszínén tudott járni. Péter hit léptekkel járt, és hittel lépett ki a bárkából. Mert ha nem hitte volna azt, hogy az Jézus, nem szállott volna ki. Ha nem hitte volna azt, hogy tud járni a vízen, akkor nem szállott volna ki. És Péter csak addig jár a vízen,
ami Krisztusra nézett. Mikor elfordult Krisztustól, mikor hátrafordult, mikor visszapillantott, vagy bármilyen más irányba nézett, Péter elkezdett süllyedni. Mintha egyre nehéz lett volna a víznek. Azt mondja a Szentírás, hogy látva a nagy szelet, megrémül-e. Mikor levette tekintetét Jézusról, és a szélre tekintett, a háborgott tengerre, amikor a fájdalomra tekintett, a nehézségre tekintett, Péter elkezdett merülni. A lába már nem a vízen, hanem a víz alatt volt, a térde már a vízben volt, a dereka, és utolsó kiáltással Péter nagy hangon kiált, mikor már merül vala, Uram, tarts meg engem. Mert az élet tengerén mindig el fogunk süllyedni, ha nem nézünk Krisztusra. Amikor úgy lássa Péter, hogy milyen menő, amikor úgy lássa Péter, hogy ő tud menni a vízen, amikor megfeledkezik arról, hogy vár, mert nem azért tudok járni a vízen, mert sovány vagyok, hanem azért, mert Krisztusra nézek, hanem azért, mert benne van a hitem, azért nem süllyedek el az életben, mert Krisztus az, aki előttem van, és nem az emberek. Mikor visszafordul Péter azért, hogy most meglássam, hogy mit mondanak azok, akik a hajóban vannak, és hogy reagálnak arra, hogy én járok a vízen? Péter azonnal elkezd merülni. Ellen White azt mondja, hogy Péter Jézusra tekint, és biztosan jár. De amikor visszanéz a hajóban levő társaira, amikor szemét elfordítja a megváltóról, elkezd süllyedni. A hullámok magasra tornyosultak. Épp Péter és mestere közé emelkedtek. Egy pillanatra Krisztus eltűnik a szem elől, és hite elhagyja. És süllyedni kezd. És Péter felemeli szemét a dühött vizekről, és Jézusra tekint, és felkiált, Uram, tarts meg engem. Kedves barátom, drága testvérem, az élet viharos tengerén nem arra kell törekedni, hogy visszanézzünk és lássuk, hogy ha látnak az emberek, hogy milyen menők vagyunk, milyen jók vagyunk, mennyi pénzet tudtam szerezni, milyen jó munkahelyem van, milyen jó családi életem van, milyen boldog vagyok én? Hanem arra kell törekedni, hogy még jobban Krisztusra szegezzem az én tekintetemet. Egy pillanat alatt Péter elkezdett süllyedni. Egy pillanat alatt Péter nyakig a vízbe volt. És felkiált. És Jézus azt mondja, Szentírás, kinyújtván kezét, megragadj őt. Jézus kinyújtja a kezét ma is. Azért, hogy felemeljen engem is téged az élet viharos tengeréből. Jézus szeretne engem is téged, drága testvérem, kedves barátom, ma felemelni a víz felszínére. Szeretni azt, ha én ma, ugyanúgy, mint Péter, a vízen járnak,
és tekintetemet őrá szegezném. Kinyújtja a kezét, és azt mondja neki, Péter, kicsiny hitű, miért kételkedel? Miért vetted le tekintetedet én róla? Miért kezdtél el félni? Nem tudtad azt, hogy míg látod Jézust, nem kell félned a hullámoktól? És Jézus megfogja Péter kezét, és kézen fogva lépnek be a csónakba. És mikor belépnek, azt mondja a Szentírás, eláll a szél. Eddig tombolt a szél. Eddig vihar volt a tengeren. Hányszor nem vagyunk mi is a tanítványok helyzetében? Hányszor nem haladunk az életnek tengerén, háborgó tengerén, és nézzük a nagy hullámokat, nézzük a vizet, nézzük a szelet, a nehézségeket, a problémákat, a fájdalmakat, és nem Krisztust. Szem elől veszítjük Krisztust. Ez nem azt jelenti, ha Jézus ott van szemünk előtt, hogy nem lehetnek problémák az életünkbe. Ha adventista vagy, nem azt jelenti, hogy most nem fog fájni többet a lábad, hogy most a családi életed gyönyörű lesz, hogy most az életben nem lesznek hullámok, és mindig minden jó fog menni. Nem jelenti ezt. De azt jelenti, hogy a vihar közepén nem vagy egyedül. Azt jelenti, hogy a háborgó tengeren Jézus jön feléd, és Jézus követ, szemmel követ téged. Nem mondja, hogy nem lesznek fájdalmak, de azt mondja, hogy a fájdalmakban ott leszek veled. Mert ő soha nem hagy egyedül az életnek viharjaiban. Mikor nagyon nagy a vihar, amikor úgy érezzük, hogy elveszünk, ő jön és azt mondja, ne félj. Ne félj, mert megváltottalak, mondja, neveden hívtalak, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, mondja, én veled vagyok, és ha folyókon jársz, nem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te megtartod. Kedves barátom, drága testvérem, akkor, amikor visszafordulunk Krisztustól az emberekre, akkor elkezdünk merülni. Amikor nem Krisztus nézzük, hanem magunkat, hanem a fájdalmaimat, hanem azt, hogy milyen zseni vagyok én, akkor a lábam elkezd a víz alá merülni. Jézus várja azt ezen reggeli pillanatokban, hogy úgy, mint Péter, rászegzett tekintettel lépjünk az élet tengerén. Addig, míg belépünk az életnek csónakjában. Segítsen az Úr mindannyiunkat arra, hogy az élet tengerén Krisztusra tekintve tudjunk célba érni. Amen.
És péntek este az istentisztelet keretén belül 7 órakor egy keresztségre is sor fog kerülni. Áldásos istentiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 313-as számú énekét. Ha Isten békéje lakja a szívem. Megállunk te előtted,
Mennyi édesatyánk, és meg szeretnénk köszönni azt, hogy te kinyújtott kezedet, és meg szeretnéd fogni a mi kezünket az élet tengerén. Köszönjük, Urunk, hogy te vezetsz minket, és szeretnéd azt, hogy célba érjünk. Köszönjük azt, hogy bármilyen nehéz is lenne az élet, te ott vagy, és nem veszítesz minket szem elől. Most kérünk, Urunk, a te szent lelked lakozzon a mi életünkben, azért, hogy soha, de soha ne veszítsünk mi se téged el. Tudjuk azt, hogy az élet nélküled hiába valóság. Ezért nem szeretnünk egy életet élni hiába valóan. Szeretnünk mától kezdve te veled élni. Mától kezdve az élet nem egyedül, hanem rád szegzett tekintettel haladjon előre. Köszönjük, hogy itt voltál mi közöttünk, tanítottál minket, és kérünk, maradj velünk a délutáni percekben is. Kísérd lépteinket hazafele, és ha te akaratoddal megegyezik ad, hogy délután újból itt találkozhassunk a te házodban. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy égi békéd és szeretetet kísér nap, mint nap. Jézus nevében kértünk, hallgassál meg. Amen. Zsoltár 20. vers azt mondja, áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Amen.